Hát őrület. Nem akartam elhinni, hát tényleg olyan volt, hogy alig jutottam szóhoz. Így mesél az Opera által szervezett titkos születésnapi köszöntéséről Krasznai János. Az Opera egykori ügyelője, a mai napig aktív szobrászművész 90 éves lett, ezért több meglepetéssel is készült neki az intézmény. És van itt még valami itt mögöttem, amit most mindjárt megmutatok neked. Fogalmam nem semmiről. Mielőtt lelepleznénk az ajándékokat, nézzük, honnan is indult Krasznai János karrierje. Több mint 50 éven át volt a ház előadás vezető zenei ügyelője, főügyelője. Az Operához 1953-ban a bátyja által került. Konzervatóriumot végeztem, akkor zeneszerzésen is oboáztam, és akkor hát itt van az öcsém, hát nézzétek meg, próbáljátok ki, zeneileg képzett, viszonylag értelmesnek néz ki, és próbáljátok ki, hát akkor feljöttem az Operába, beültettek egy előadásra, mégpedig a mandarin előadásra, Vörös Laci volt a főügyelő, hogy megnézze, hogy egyáltalán rátermett vagyok-e. Olyannyira rátermetnek bizonyult, hogy több mint fél évszázadot dolgozott a dalszínházban, és nem csak a zene, hanem a szobrászat is érdekelte. Az Operában bekerülésem után létre is hoztam ott egy képzőművészeti kört, ahol felkértünk és hoztunk modellt, rajzoltuk, a festőművészek közt, akik vannak egyébként az Operában, gyönyörű szobrászművészek és festőművészek, azok segítettek bennünket, és jártam a Molnár C. Pálhoz, aki oktatott, tanított, rajzoltunk, nagyon sok mindenben utasításokat adott, segített, nagyon sokat köszönhetem neki. Első szobra Bartók Bélát ábrázolja, de a többi közt megformált a Puccinit, sőt Mahlerről készült pályázatnyertes portréja megtalálható a Magyar Állami Operaházban. És azt is érdemes elmondani, hogy ő a Seregi díj megalkotója. A díjjal járó relikvia egy Seregi Lászlót ábrázoló szobor, amely Krasznai János alkotása. Kint és a kedves közönség innen érkezik. Óriási. Születésnapjának ünneplése az Eiffel Műhelyházban volt. Karcag Márton az Opera főemléktárosa, és Gyüdi Melitta, most protokoll főnöki minőségében, együtt kísérték és mutatták meg neki az új épületkomplexumot. Ugyanabban az évben lett ez kész, mint az Operaház. Tehát van egy ilyen kapcsolat is a kettő között, hogy mind a kettő. Egykorú. Egy ponton pedig a főigazgató is csatlakozott hozzájuk. Hát meglátjuk, hogy sikerül. Munkaidőben. Így együtt mentek az ünneplés helyszínére. Ekkor János még mindig nem sejtett semmit. Nagy volt a készülődés. Bátori Éva operaénekes, Richard Strauss dalokkal készült. Nagyon szereti Richard Strauss. Én Strauss feleségéből írom a doktorimat, úgyhogy így találkoztunk ezen a ponton is. És hát a Morgen volt, ami az ő kedvenc dala, és a Zueignung, ami pedig ugye a Habe Dank, minden alkalommal, amikor valaki valakit köszönt, vagy meg szeretnénk neki köszönni valamit, azt hiszem, hogy ez a legtalálóbb dal, és van mit köszönni Jancsinak. A régi kollégák félkörben gyűltek össze, hogy a főigazgatóval együtt leplezzék le a Krasznai Jánosról elnevezett folyosót. Gyere nyugodtan közelebb, nézd meg, itt a rövid életrajzod is. Már így a mai napig. És én tudom, ezt kicsit nektek is mondom, én tudom, hogy az egy problémás dolog, hogy valakit életében ikonná tesznek. Tehát elkészül róla bármiféle képmás, ugye? A nagyon régi időben még a Jóistenről sem volt szabad képmást készíteni, de ugyanakkor a legendák ez alól mégiscsak kivételek kell legyenek. Majd jött a torta, a kocintás és a régi történetek. Úristen, mit csinálja? Ott áll, hat statisztával jött. Oda rontom most egyik statisztához, a csákom, fölkaptam, adj ide a köpcét. Magam elé tartottam, és berohantam a színpadra.
a súgó. Még az ünnepség végén is alig akarta elhinni, hogy ilyen meglepetéssel készültek neki. Tényleg megemlékeznek, hogy tényleg érdekes, és tényleg valami történet, vagy történelem, vagy bármilyen formában is részese lehetek ennek az operának is, mert tényleg úgy érzem, hogy részese is voltam. A fél életét az opera falai között töltötte, a legnagyobb operaénekesekkel, rendezőkkel, mint Oleh Gusztáv vagy Nádasdy Kálmán, vagy karmesterekkel, mint Ferencsik János is együtt dolgozott. Ő még a mai napig részese az opera vérkeringésének, és számos a nagy közönség előtt eddig el nem mesélt története van, amelyekből egy napon talán könyv is születik.